Az előző videómban arról volt szó, hogy miért nehéz lefogyni a nőknek 50 év felett. Ugye ezt az ábrát részletesen elmagyaráztam abban a videóban. Ma pedig arról lesz szó, mit tehetsz az ügy érdekében. Nos, most az általános fogyási tanácsaimat azt nem fogom elmondani, mert akkor nagyon hosszú lenne ez a videó, hanem csak arra szeretnék kitérni, és azt szeretném hangsúlyozni, ami az 50 feletti korosztálynál eltér az általános tanácsaimtól. Az általános tanácsaimat a korábbi videóimból megismerheted, kifejezetten ajánlom figyelmetbe a tanácsok fogyni vágyóknak sorozatot. Ma tehát szeretnék egy kicsit gyakorlatilasabb oldalról segíteni, hogy milyen változtatásokat illesz be annak érdekében, hogy a testsúlyodat a lehető legegészségesebb tartományban tud tartani. Kezdjük az étrenddel, és azon belül is a makrotápanyagokkal. Ugye, ahogy az előző videóban elmondtam, egy központi problémánk az 50 feletti korosztálynál kifejezetten a nőknél, hogy az ösztradiol szint csökkenése következtében csökken az inzulin érzékenység, inzulin szenzitivitás más szóval, ami ugye az inzulin rezisztencia fokozódásához vezet. Na most, hogyha neked kiváló volt egész életedben az inzulin érzékenységed, akkor ez valószínű, hogy nem annyira fog feltűnni, de hogyha valakinél már korábban is jelentkezett egy inzulin rezisztencia, az most tovább fog fokozódni, súlyosbodhat ez az állapot, ami egyeseknél akár, hogyha nem tesz lépéseket az ügy érdekében, akár kettes típusú cukorbetegséghez is vezethet. Ráadásul ugye az inzulin rezisztencia az fokozza ugye a hízás pedig fokozza az inzulin rezisztenciát. Ez itt egy központi problémánk, amin viszont nagyszerűen tudunk segíteni. Ugye az inzulin rezisztencia lényegében egy szénhidrát intoleranciát jelent, ezért kézenfekvő megoldás, ugye, hogy ez esetben csökkentenünk kell a szénhidrát bevitelt. Ezt kifejezetten hangsúlyoznám az 50 feletti korosztálynak, akiknél ugye túlsúly is már jelen van. No de mennyire csökkentsük azt a szénhidrát bevitelt? Nos, főszabály ugye mindig az, hogy az egyéni toleranciának megfelelően. Én most csak egy kis irányelvet szeretnék ehhez mondani, hogyha neked egy enyhébb súlyfelesleged és egy enyhébb inzulinrezisztenciád van, akkor valószínűleg nem kell annyira drasztikusan lecsökkenteni a szénhidrát beviteledet. Ilyen irányadónak talán egy ilyen 100 g alatti szénhidrát bevitel talán jó lehet. Ez az, amit én rugalmas LCHF étrendnek hívok, és erről tanulhatsz a Dióhéjban az LCHF étrendről kurzusomban, aminek a linkjét berakom majd a videó leírásába, és itt mintaétrendet is le tudsz tölteni. Ez egy rugalmasabb étrend, nem annyira drasztikus szénhidrát csökkentéssel jár, és meglehetősen változatosan összeállítható. Ha azonban neked jóval nagyobb súlyfelesleged van, akár egy súlyosabb elhízásról van szó, és ehhez egy súlyosabb inzulin rezisztencia is társul, akkor sajnos ennél szigorúbb étrendre lesz szükséged, valószínűleg. Ehhez én javaslom a ketogén diétát. A ketogén diétáról szintén találsz videóimat a YouTube-on, hogyha szeretnéd az alapoktól jól megtanulni, hogyan kell ezt az étrendet alkalmazni, akkor a Keto Alapok nevű kurzusomat tudom javasolni. Azt azért szeretném még kiemelni, hogy azért 50 fele egyre inkább sajnos megjelenhetnek egyéb betegségek, egyéb gyógyszerek, amik akár kontraindikálhatják a ketogén étrendet, ezért mindenképpen javaslom, hogy mielőtt változtatsz az étrendeden, egyeztess az orvosoddal is. Na, erről most mondhatnád, hogy te láttad korábbi videóimat, ebben semmi új nincs, ezt mondtam a Tanácsok fogyni vágyóknak sorozatban és egyéb videóban is, hogy a szénhidrát bevitelt érdemes csökkenteni. Igen ám, de most jön a különbség, méghozzá a zsírbevitelben, mert az LCHF étrend, még a rugalmas is, és a ketogén étrend is egy zsírban magas étrend. Viszont 50 felett egyre jobban csökken ugye az alapanyagcsere, csökken az energiaszükséglet.
Ezért én azt javaslom, hogy azért a zsírral bánj óvatosan, mivel a zsír a legmagasabb kalóriatartalmú tápanyagunk. Egy ketogén étrendre áttérő fiatal kliensemet szoktam bátorítani, hogy nyugodtan, bátran egyen sok zsírt, lakjon vele jól, és próbálja meg a zsírban gazdag élelmiszerekre helyezni a hangsúlyt. Egy 50 feletti női kliensem, aki jelentősebb súlyfelesleggel rendelkezik, az nem biztos, hogy ezt fogja tőlem hallani, mert azért, mint mondtam, már nem annyi energiát használsz fel sajnos, mint mondjuk 40 éves vagy 30 éves korodban, ezért egy kicsit nagyobb odafigyelésre van szükség a mértékletesség tekintetében. Bár véleményem szerint az élelmiszerek hormonális hatása az nagyobb mértékben számít, mint a kalóriatartalma, de utóbbi sem elhanyagolható, pláne, hogyha 50 plusz korosztályról van szó. De mindez nem azt jelenti, hogy a zsírszegény étrendet javaslom. Már csak azért sem, mert egy vizsgálatban, amiben több mint 88 ezer menopauzában járó nő vett részt, azt láthattuk, hogy a zsírszegény és szénhidrátban gazdag étrendet követő nők híztak a legtöbbet, míg a szénhidrát szegényebb, zsírban gazdagabb étrendet követő nőknél sokkal kisebb volt a hízás kockázata. Azt hiszem, hogy ez esetben is egy arany középút lehet a jó megoldás, tehát se nem egy nagyon zsírszegény, se nem egy nagyon magas zsírtartalmú étrend. Inkább egy ilyen mediterrán étrendhez hasonlót tudnék javasolni, ahol a minőségi zsíradékfogyasztásra helyezzük ugye a hangsúlyt, például ugye az olívaolaj, kiváló zsíradék, az omega-3 zsírsavban gazdag halak, szupere, vagy például az olajos magva, ezekre érdemes helyezni a hangsúlyt, de azért nem kell túlzásba vinni a zsírbevitelt. Van azonban egy másik tápanyag, aminek a fogyasztását növelni érdemes. Valószínűleg a mostani étrendethez képest ez a harmadik tápanyagunk a fehérje. 50 fele érdemes fehérjében gazdag étrendet követni. A szakértők ajánlása az, hogy legalább egy, inkább 1,2 g fehérjét fogyasz naponta, minden testtömeg kilogrammodra számolva. Tehát, ha mondjuk 70 kg vagy, akkor legalább napi 70 g fehérjét fogyasz, de inkább többet. Miért van erre szükség? Azért, mert 50 felett egyre inkább felgyorsul az izomvesztés mértéke, és csökken az izomtömeg, csökken az izomerő, ami akár a szarkopénia állapotához vezethet, amikor ez ugye már súlyosabb. Ezt szeretnénk megelőzni. Kell nekünk az izomtömeg, kell nekünk az izomerő. Ugye, itt a múltkor el is mondtam, hogy többek között az ösztradiol szint csökkenésének, illetve a kevesebb testmozgásnak tudható be az izomtömeg csökkenése. Ezt amennyire csak tudjuk, szeretnénk ellensúlyozni, lelassítani, meggátolni. És ehhez szükség van a fehérjékre, hiszen az izmok ugye fehérjékből épülnek fel. Az izom építésnek két fő stimulusa van, a testmozgás és a fehérjebevitel. Mind a kettőre szükség van. Viszont az a helyzet, hogy a kor előre haladtával kialakul egy úgynevezett anabolikus rezisztencia, ami lényegében azt jelenti, hogy sokkal nehezebbé válik sajnos az izom építés, és nem ugyanúgy reagál már a fehérje bevitelre sem egy idősebb ember szervezete, mint egy fiatalabbé. Ennek ellensúlyozására van szükség a magasabb fehérje bevitelre, de ugyanakkor a fehérjében gazdag étrendnek további pozitív hatásai is vannak. 1. A fehérje a leglaktatóbb tápanyag. Egy fehérjében gazdag fogástól sokkal tovább leszel jól lakott. Aztán, ha szénhidrátokkal együtt fehérjét is fogyasztasz, fehérjében gazdag ételt is, akkor azzal jelentősen tudod csökkenteni a szénhidrátok okozta vércukorszint emelkedés mértékét. Aztán a fehérjének van a legnagyobb termikus hatása a tápanyagok közül, ami azt jelenti, hogy a fehérjék feldolgozása, emésztése elég költséges a szervezet számára, ami ugye azt jelenti, hogy több
kalóriát kell felhasználni a feldolgozásuk során, ami ugye az anyagcserére is jó hatással van. Most elmondom, hogy mi a szakértők javaslata az 50 pluszos korosztály számára fehérjebevitelt illetően. Amit már mondtam, hogy legalább testtömeg kilogrammonként 1, de inkább 1,2 vagy még több gram fehérjét kellene naponta fogyasztani. A másik, hogy ezt a fehérjebevitelt szeretnénk, ha egyenletesen tudnád elosztani. Mit jelent ez? Azt, hogy minden étkezésnek legyen magas a fehérje tartalma. Hogy konkrétan miről van szó? Az ajánlás az, legalább 20 g, inkább 25 g fehérjét tartalmazzon minden főétkezés. Egy vizsgálatban összehasonlították, hogy az egyenletesen bevitt fehérje bevitel, illetve az egyenlőtlenül bevitt fehérje, milyen hatással van az izom fehérje szintézisre, mondhatnám ezt magyarul izomépítésre, és az egyik csoport az minden főétkezésre, tehát reggelire, ebédre, vacsorára is ugyanannyi fehérjét evett, ez, ha jól emlékszem, 30 g volt. A másik csoport reggelire, ebédre jóval kevesebb fehérjét evett, viszont vacsorára evett egy nagy adagot. Összesen mindkét csoport a nap során ugyanannyi fehérjét fogyasztott, tehát 90 g-ot, de más volt ugye az eloszlás. És az lett az eredmény, hogy az egyenletesen elosztott fehérjebevitel az 25%-kal nagyobb fehérje, izomfehérje szintézishez vezetett, tehát sokkal kedvezőbb volt az izomzatra nézve. De nem csak a mennyiség számít, hanem természetesen a minőség is. E tekintetben javasolt a komplett fehérjeforrásokat előnyben részesíteni. Komplett fehérjeforrásnak nevezzük azokat az élelmiszereket, melyekben minden eszenciális, tehát a szervezet számára létfontosságú aminosav megfelelő arányban jelen van. És ilyen fehérjeforrások az állati eredetű élelmiszerek, mint a hús, a tojás és a tejtermékek, például a túró vagy a sajt. Ezekben benne van minden aminosav, ugye ami a fehérje építőköve, amit a szervezeted nem tud előállítani, ezért kívülről kell bevinni. Ezt hívjuk eszenciálisnak. Ezeknek sokkal magasabb a biológiai értéke, mint a növényi eredetű fehérjéknek. Például egy tojásnak szuper magas a biológiai értéke, míg például egy babnak vagy lencsének sokkal kisebb, mert egyrészt ezek nem komplett fehérjeforrások, másrészt sokkal nehezebben emészthetőek. Ezért én javaslom a komplett fehérjeforrásokat előnyben részesíteni. A vegetáriánus étrend ilyen szempontból nem biztos, hogy a legjobb választás, ugye ott oda kell figyelni a komplettálásra, de aki ezt az étrendet követi, bizonyára tudja, hogy az hogy kell. Van még egy aminosav, amit szeretnék kiemelni, mert úgy tűnik, hogy rendkívül fontos. Ez a leucin. Leucin. Ez szintén egy eszenciális aminosav, vagyis a szervezetünk nem tudja előállítani, táplálékkal kell felvenni. Ez azért különleges, mert ez egy anabolikus hatású aminosav, vagyis elősegíti az izom építést, ugye ami nekünk a célunk. És ez egyébként egy elágazó láncú aminosav, amit BCAA jelzővel is szoktak illetni az angol megfelelőjéből. Ez nagyon-nagyon népszerű testépítők körében, nem véletlen, mert ugye elősegíti az izom tömeg növelését, és ez nekünk ugye most célunk, ezért javasolt leucinban gazdag étrendet folytatni. Egy dán vizsgálat szerint a magasabb leucin tartalmú étrendet követő idősebb korosztály sokkal jobban meg tudta őrizni az izom tömegét 6 év távlatában, mint az alacsonyabb leucin tartalmú étrendet követők. Szóval kell nekünk ez a leucin, már csak azt kellene ugye tudni, hogy miben található nagyobb mennyiségben. A legeslegjobb forrása, vagy legmagasabb leucin tartalmú élelmiszer a tejsavú fehérje. Ugye nem véletlen, hogy a testépítők szeretik a tejsavú fehérjét. Ennek körülbelül egy vizsgálat szerint olyan 13 g a leucin tartalma 100 g-onként. Ez kiváló, ugye? Ilyet lehet venni külön tejsavú fehérje por formájában. De ugye hol van a tejsavó jelen még? Hát ugye a tejben,
A tejnek két fő fehérjéje van, a tejsavó és a kazein. Tehát a tejtermékek jó leucin források lehetnek. Aztán jó leucin forrás a hús, a hal, a tojás. Tehát mondhatjuk, hogy lényegében az állati eredetű élelmiszerek itt is jobban teljesítenek. Növényi élelmiszerekben is van leucin, de sokkal kisebb mennyiségben. Növények közül mondhatnám a kukoricát, a kölest, az olajos magvakat, a hüvelyeseket, ezekben van leucin, de ugye ezeknek az élelmiszereknek kisebb biológiai értéke van, nehezebben hasznosul ezekből a leucin is. De van egyébként még egy lehetőség, étrendkiegészítő formájában is be lehet vinni leucint. A vizsgálatok szerint az az adagolás, ami már kedvező hatású, az napi 3x3 g. Ennyit a makrotápanyagokról. Most térjünk át az időzítés kérdésére. Én úgy gondolom, hogy az étrend időzítése az egy olyan jellemző, amit sokan elhanyagolnak, pedig rendkívül fontos. Meg fogjuk vizsgálni, hogy mikor együnk és hányszor együnk. Első kérdés, hogy mikor együnk, az alapelv az, hogy az energia beviteled nagyobb részét vidd be a nap első felébe, lehetőleg legkésőbb kora délelőttig. Miért? Nos, több ok is van erre. Először is, a nap első felében jobb a szénhidrát tolerancia. Ezt számos vizsgálat megerősíti, bár sajnos hazánkban ennek ellenkezője van elterjedve, de reggel sokkal jobb a szénhidrát tolerancia, mint a késő délutáni esti órákban. Este a legeslegrosszabb. És ugye tudjuk, hogy a szénhidrát tolerancia azt jelenti, hogy jobban fel tudod dolgozni, jobban hasznosítani tudod a szénhidrátokat, kevésbé emelkedik meg a vércukor szinten, hogyha ugyanazt az ételt reggelire fogyasztod, mintha ugyanazt az ételt este vacsorára fogyasztanád, itt van egy ábra ehhez. Egyébként a tudományos vizsgálatok, amikre hivatkozok, azok mind megtalálhatóak lesznek a hivatkozás hozzájuk, megtalálható lesz a videó leírásában. Valaki mélyebben is szeretné ezeket megtanulmányozni. Tehát reggel jobb a szénhidrát tolerancia, első pont. Második pont, a nagyobb reggeli és kisebb vacsora jobban elősegíti a fogyást. Volt egy vizsgálat, amiben két fogynivágyó csoportot hasonlítottak össze. Mind a két csoport ugyanannyi kalóriát fogyasztott egy nap, csak különböző elosztásban. Az egyik csoport jó nagy reggelit evett, egy közepes energiatartalmú ebédet és egy kis energiatartalmú vacsorát. A másik csoport kis kalóriatartalmú reggelit, ugyanúgy közepes ebédet és jó nagy kalóriatartalmú vacsorát fogyasztott. Tehát más volt az elosztás, és összehasonlították, kifogyott többet. Hát a nagy reggelit fogyasztó csoport sokkal többet fogyott, és a metabolikus paramétereik is sokkal jobbak voltak, mint például a vércukor szint, az inzulin érzékenység, a triglicerid szint. Tehát minden szempontból a nagy reggeli kis vacsora volt a nyerő. Egy másik vizsgálatból pedig azt tudjuk, hogy a reggelire elfogyasztott ételeknek sokkal nagyobb a termikus hatása. Egy vizsgálat szerint a reggeli 2,5-szer jobban felpörgette az anyagcserét, mint a vacsora. Tehát nagyobb termikus hatás azt jelenti, hogy több kalóriát használ fel a szervezeted, így az emésztés során, a reggel, mint este. És ugye valószínűleg eszetekbe jutott már az a mondás, hogy reggeliz, mint egy király, ebédel, mint egy polgár, vacsoráz, mint egy koldus. Nos, ez egyáltalán nem alaptalan, a tudományos vizsgálatok ezt alátámasztják, és ezt én már korábban is mondtam, tehát mondhatnád most is, hogy nincs olyan nap alatt, az igaz, de hangsúlyozni szeretném, azért mondtam el ezeket, mert úgy tűnik, hogy 50 felett erre még jobban oda kell figyelni, erre talán még érzékenyebb a szervezet, tehát a vacsoránál nagyon mértékletesnek kell lenni. Következő kérdésünk, hogy hányszor együnk? Na, ez egy picit összetettebb kérdés, röviden a lényeg. A legtöbb ember számára 50 felett a napi 3 étkezés tűnik ideálisnak. Miért? Ne együnk inkább többször keveset? Ez lehet az egyik kérdés. Ugye el szokták mondani, hogy fogyni szeretnél egyet többször keveset. Véleményem szerint nem
ideális annyira a fogyás szempontjából, mert akárhányszor eszel, az inzulin szinted ugye megemelkedik. Pláne a szénhidrátosabb ételeket eszel, és pláne ugye, ha inzulinrezisztens vagy. És attól, hogy többször eszel keveset, szerintem nem fogsz jobban fogyni. De te csináld azt, ami neked beválik, jó? Én csak elmondom az én szakmai véleményem és tapasztalatom. Felmerült a másik kérdés is, hogy akkor ne együnk inkább még kevesebbszer? Mi a helyzet az időszakos böjtel? Amit én alapvetően szoktam javasolni, ugye a böjtöt kifejezetten jó hatásúnak tartom, de most lehet, hogy egy picit más a helyzet, itt 50 fele. Egyrésztről, igen, a böjt, az időszakos böjt is nagyon jó elősegítheti a fogyást, de ugyanakkor ugye már beszéltünk róla, hogy a szakértők azt javasolják, hogy a fehérje bevitelet egyenletesen oszd el a nap során, vagyis ugye reggelire, ebédre, vacsorára is fogyasz legalább 20, inkább 25 g fehérjét. Na most, ha te böjtölsz, és kihagysz egy főétkezést, hogy viszed be azt a fehérjét? Ugye ez egy fiatalabb szervezet számára nem téma, de mint mondtam, 50 felett egyre inkább kialakul az anabolikus rezisztencia, és emiatt jobban vigyázni kell az izomzatra. Akkor ez most azt jelenti, hogy 50 év felett nem ajánlom az időszakos böjtöt? Na, a válasz az nem olyan egyszerű. Ugye a fehérjebevitel elosztására vonatkozóan úgy tűnik, hogy nem javasolt, de nézzük meg, van-e ilyen vizsgálat? Hát én mindösszesen egy olyan vizsgálatot találtam, amiben 60 év feletti nők vettek részt, 16-8 felosztású időszakos böjtöt csináltak, tehát 16 órán keresztül nem ettek, és egy 8 órás ablakban ettek, és ezt 6 héten keresztül folytatták. És ugye nézték, hogy mi történik a test összetételükkel. Sajnos ez egy kis esetszámú vizsgálat volt, összesen 22-en teljesítették, de az eredmény az elég biztató. Mert hogy 6 hét alatt a test összetételükben kedvező változások történtek, kicsit több, mint másfél kilót fogytak, ezt pedig zsírból fogyták, és az izom tömegük az nem változott. Úgyhogy ez nagyon kedvező ígéretes, ez alapján úgy tűnik, hogy még a 60 feletti korosztálynak is kedvező lehet az időszakos böjt, de a választ én sajnos nem tudom egyértelműre biztosra mondani, további vizsgálatok szükségesek. Mielőtt tovább menjünk a testmozgás témájára, szeretném az étrenddel kapcsolatos tanácsaimat összefoglalni, hogy jól meg tudjátok jegyezni. Tehát javaslataim az 50 feletti fogyni vágyó nők számára, és egyébként férfiak számára is. 1. Javaslom a szénhidrát bevitel csökkentését, a mértékletes és minőségi zsíradékfogyasztást, a fehérjében és leucinban gazdag étrendet. Az időzítés tekintetében javaslom, hogy az energiabevitelet nagyobb részét a nap első felében, és legkésőbb a kora délutáni órákig vidd be, a vacsora legyen nagyon mértékletes. És hogy hányszor egyél, vagy a napi 3 egyenletesen elosztott fehérjebevitelű főétkezést lehet javasolni, ugye legalább 20, vagy inkább 25 g fehérje tartalommal, vagy hogyha bevállalod az időszakos böjtöt, vagy mondhatom úgy, hogy időben korlátozott étkezést, akkor mindenképp azt javasolnám, hogy a vacsorát hagyd el, ne pedig a reggelit. Jó? Ugye? Este. Az esti nagy étkezés az kerülendő. És megfontolandó, hogy esetleg ne egy 16-8-as felosztást csinálj, hanem inkább egy kicsit szelidebb, 14-10-es, tehát hogy 14 órán keresztül nem veszel fel táplálékot, nem eszel magyarul, és 10 órás ablakba viszed be. Tehát mondjuk ez azt jelenthetné, hogy reggelizel 7 órakor, ebédelsz 13 órakor, a vacsorát pedig 17 óráig legkésőbb befejezed, mert ezután, ugye egy jó kis korai vacsora után jó sok idő, ugye el tud tenni 14 óra még így is a következő napi reggelidig, de ugyanúgy megvan a 3 főétkezés fehérjében gazdag ételekkel. Hát ez lehet itt egy ilyen arany középút. Jó, nagy vonalakban ennyit szeretem volna az étrendről. Most térjünk át a testmozgás témájára, csak röviden, hogy ott
milyen lehetőségeink vannak. Mert hogy vannak, és szükség van rá. Ugye mozogni kell, ezzel nem mondok semmi újat. Az egészségedhez, a fittségedhez és a testsúlykontrollhoz is szükséges. Viszont óvatosan kell csinálni, pláne ha már vannak bizonyos mozgásszervi problémáid. A testmozgás előnyeit azért hadd mondjam el, hogy motiválhassalak. Először is fokozza az inzulin érzékenységet a mozgás, vagyis csökkenti az inzulin rezisztenciát. Ez nagyon jó hír, hiszen ugye az ösztradioszin csökkenésével ez nekünk itt egy központi probléma. Aztán a rendszeres testmozgás gyulladás csökkentő hatású, és a gyulladás egyébként fokozza az inzulin rezisztenciát. A gyulladás csökkenés az nekünk nagyon jó hír. Aztán természetesen a mozgás, amit örömmel végzel ráadásul, az nagyon is hangulatjavító hatású, és mint tudjuk sajnos a menopauza időszakában a depresszió sajnos nem ritka, ezért jó dolog, ha tudjuk az endorfin szintünket mozgással növelni. Aztán a vizsgálatok szerint a rendszeres mozgás hatására a hőhullámok is csökkennek, és az alvás is sokkal jobb minőségű lehet. Aztán természetes, hogy az izomzatod megőrzése és esetleges ugye növelése szempontjából is kulcsfontosságú a testmozgás, és ugye a fehérjedús étrend is. De még a csontjaid miatt is, ugye a csontritkulás az egy nagyon komoly probléma lehet, főleg a nők számára, hogy a kor előre haladtával a testmozgás a csontokat is erősíti, és ugye lassítja a csontvesztés mértékét. És most már így is biztos megint egy hosszú videót csinálok, ezért már végképp nem fogok belemenni abba, hogy nem csak ugye a mozgásra van szükség, hanem bizonyos kulcsfontosságú tápanyagokra is, ahhoz, hogy erős csontjaid legyenek. Most csak megemlítem a D-vitamint, ami egyébként nemrég tudtam meg én is most a vizsgálódásaimban, hogy a D-vitamin az izom tömeg. Re is nagyon jó hatással van, ugyanis az izomzatban is vannak D-vitamin receptorok, ezt nem is tudtam. De a csontok miatt ugye a K2 vitamin is egy kulcsfontosságú tápanyag, de erről most tényleg már nem beszélek. Oké, ami miatt még nagyon fontos a testmozgás, az, hogy megelőzd az eséseket. Mert egyébként a idősebb kori csonttörések fő oka ugye, hogy elesnek. És ha valakinek esetleg talán nem is olyan extra erősek a csontjai, mert mondjuk 30 éves koráig, amíg kialakult ugye csúcs csont tömege, nem végzett elegendő testedzést, hogyha nem esik el, akkor ugye nem fog eltörni a csontja valószínűleg, ezért a testmozgás azért is fontos, hogy az eséseket meg tud előzni. De ha emellett erős csontjaid és izmaid is vannak, ugye hát az végképp szuper, de majd az esés megelőzésre mondok még egy fontos dolgot. A következő az agy egészsége szempontjából is rendkívül fontos a rendszeres mozgás, akár memóriáról legyen szó, akár az ilyen időskori elbutulás megelőzéséről. És egyébként ebben a témában tudom ajánlani az Edzett agy című könyvet, az egy kiváló olvasmány. És összességében úgy is mondhatnám, hogy a rendszeres testmozgás segítségével lassíthatjuk az öregedési folyamatot. Azt hiszem, ez azért elég motiváló, mert csak azt kéne tudni, ugye, hogy hogyan edzünk. Hát lehet, hogy ehhez egy nála okosabb embert érdemes megkérdezned, pláne ha mozgásszervi problémáid is vannak, ez esetben egy gyógytornász a legkompetensebb szakember. De azért pár általános javaslatot mondok. Mozgástípus. Ugye van állóképesség növelő mozgás, ilyen például séta, akár a futás, akár az úszás, a kerékpározás. Ez nagyon jó a szív- és érrendszer és a légzőrendszer kapacitásának növelésére. Aztán van az erősítő hatású gyakorlatok, ugye ez kell az erős izomzathoz, az erős csontozathoz. Aztán vannak ugye a nyújtó hatású mozgások. Ez is nagyon fontos, hogy meg tud őrizni az izületi és az izom mozgékonyságát. És van még egy negyedik. Ja, ezt mind javaslom mellesleg, de mindjárt mondom, hol a hangsúly. A negyedik az egyensúly gyakorlatok. Ugye mondtam, hogy az esések megelőzése egy kulcsfontosságú célunk, és ehhez nagyon sokat segít, ha jó az egyensúly érzéked. Ezért érdemes lehet egyensúly gyakorlatokat csinálni, amire mondok egy nagyon egyszerűt. Ugye mész
fogat mosni napjába kétszer-háromszor, na akkor ott állsz a csapnál, mosod a fogadat, próbáld ki ezt a gyakorlatot akár minden alkalommal. Fogmosás közben, úgyhogy szükség esetén meg tudsz valahol kapaszkodni, mondjuk a mosdókagylóba vagy a ajtó félfába, próbáld ki, hogy egy lábon állsz, fogmosás közben egy lábon állsz, aztán mondjuk ezt csinálod 10-20 másodpercig, átváltasz másik lábra, mosod a fogad közbe, szükség esetén meg tudsz kapaszkodni. Ha már ez nagyon jól megy, akkor próbáld ki azt, hogy ugyanúgy egy lábon mosod a fogad, és becsukod a szemedet. Na ez már egy nehezebb feladat, majd meg fogod látni, hogy még inkább oda kell figyelned az egyensúlyra. Na ilyesmi gyakorlatokat lehet és hasznos lenne rendszeresen végezni. A többi pedig, ugye volt az állóképességi, erősítő, nyújtóhatású gyakorlatok, ezekre mind szükség van, de én hangsúlyoznám az erősítést. Mert ugye az izomzatodat fejleszteni legjobban erősítő hatású gyakorlatokkal tudod, lehet ez saját testsúlya végzett gyakorlat, mint például guggolás, vagy lábújhegyre emelkedés, vagy fekvőtámasz, ilyesmi. Lehet akár kézisúlyzókat használni, lehet gumiszalagot használni, nagyon jó biztonságos edzési eszköz, vagy persze lehet egy edzőterembe elmenni, ahol erősítő gépeket használsz. Ez mind szuper lehet, vagy csoportos óra, akár van olyan csoportos óra, ami kifejezetten egy bizonyos korosztály számára van, akár ez is jó lehet. Oké, és mennyit sportoljunk? Hát, hogyha most kezdesz bele, akkor nagyon fokozatosan növeld az időtartamot, akár napi 10-15 percet is elkezdheted, de hogyha neked a célod a testsúlykontroll, szerintem olyan heti 3 óra azért legalább jó lenne. Oké, heti 3 óra, akár 3-szor 1 óra, vagy 6-szor fél óra. Ennél többet lehet, kevesebbet nem kéne szerintem. Oké, honnan tudod, hogy jól csinálod? Nem biztos, hogy a biceps körfogatodat kellene méricskélni. Szerintem a legegyszerűbb dolog, a legjobb egyszerű visszajelzés az az, ha javul a teljesítményed. Ha tovább tudsz mondjuk úszni, vagy nagyobb súlyjal tudsz edzeni, vagy több ismétlést meg tudsz csinálni, az mind nagyon-nagyon jó hír. Akár mennyit is mutasson a mérleg, ez már azt jelenti, hogy igen, fejlődtél. És ez a cél. Úgyhogy én nem feltétlen arra fókuszálnék, hogy ez most az izomtömegem pontosan hogy változott, nőtte egy kilóval, vagy nem nőtt. Ha a teljesítményed javult, szuper, akkor nagyon örülünk, és gratulálok, és csak így tovább. Ez az egyszerű és szuper jó visszajelzés. Ennyit a mozgásról, ennyit az étrendről. Azért tudnod kell, hogy a sikeres fogyás ennél több mindent is jelenthet, tehát nem csak ez a két tényező van, de ebben már tényleg sajnos nincs időm belemenni, de például ez az ábra hasznos lehet. Ez a női hormonális egészség megőrzésének 5 pillérét mutatja, ami mindegyik fontos, ugye 50 felett is. De egy nagy kérdéssel még röviden foglalkozzunk, ami biztos foglalkoztat titeket. Fogok-e tudni fogyni? Ugye mondtam sajnos az előző videóban, felvázoltam, hogy nagyon nehéz lehet akkor előre álltával a fogyás. De lehetséges-e? Fogok-e tudni fogyni? Na az a helyzet, hogy őszintén megmondom, hogy én nem tudom garantálni. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy jelentősebb súlyfelesleg is meg tudsz szabadulni. De az nem biztos, hogy azt a célsúlyt, amit te ideálisnak tartasz, el fogod érni. Lehet, hogy el fogod, és akkor veled örülök, és szuper. De ha nem éred el, akkor van egy dolog, amit tudnod kell. Akárhogy is változzon a súlyod, az, hogy pozitív irányban változtatsz az életmódodon, és egészséges szokásokat építesz be, az így is, úgy is, te súlytól függetlenül is szuper hatással lesz az egészségedre, és szuper hatással lesz a következő évtizedeid életminőségére nézve is. És én szeretném, ha nem csak mindig a testsúlyra fokuszálnának az emberek, hanem elsőként az egészségükre. És ahogy bevezetsz egészséges szokásokat az étrendedbe, a testmozgási szokásaidba, az
Akármit mutasson a mérleg, az tuti, hogy javítani fogja az egészségedet. Akár fogysz néhány kilót, több-kevesebbet, akár nem fogysz semmit. Úgyhogy ez tudom, hogy nehéz dolog, de az, hogy milyen sikeresen tudsz fogyni most így 50 felett, az nem csak attól függ, hogy most mennyire akarod, hogy most mennyire beleadsz mindent, hanem az a helyzet, hogy attól is függ, hogy mi van mögötted. Nem tudjuk elhanyagolni az előző 50 évedet, vagy 50 akárhány évedet, mert az a helyzet, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni. És ha most elkezdesz jó magokat vetni, abból tudja, hogy jó gyümölcsök lesznek. Csak hogyha korábban elhanyagoltad mondjuk a rendszeres mozgást, vagy az egészséges étrendet, nem biztos, hogy mindent be tudsz már hozni. De az biztos, hogy amit ma megteszel, az javíthat az összes holnapodon. És erre kellene fókuszálnunk, meg azt tudd azért, és talán ez jó lenne végszónak is ma, hogy ne feledd, hogy az élet sokkal többről szól, mint hogy mit mutat a mérleg. Én mindenkinek szeretnék nagyon jó egészséget, és sok sikert kívánni a folytatáshoz is.